Ez a könyv tulajdonképpen ez három részből áll. Az egyik ez a gyerek és ifjúkor, mert addig tart, tulajdonképpen ez a kidöntött fáink suttogása, amíg az apám meg él, mert azzal lezárult egy, nem csak az én ifjúságom, amikor meghalt, hanem az osztály és a parasztság megszűnése az ő halálával 1969-el számomra is, de tulajdonképpen szociológiailag is befejeződött. Mi dédapánk Bognár volt. Részt vett népfölkerőként a szabadságharcban. Megfuttatta Jelasicsot. Mint okos ember azt mondták, hogy ő találta fel a szórórostát, ami lehet, hogy egy helyi feltalálásnak az értékét még növeli is, hogy itt is éppen úgy föltalálták, mint esetleg az Alföldön valahol, hogy a szél helyett a műszélnek a erejét vették alkalmazásba. Most ez egy ilyen ősi fa, hát a bátyám nagyon szerette, itt dolgozgatott még, ami már nem nagyon van, meg volt a nagy kerék furúja, furója, de mi furúnak mondtuk. És ha már ugye verset írtam, akkor úgy gondoltam, hogy ezt is, meg azt is, meg azt is versbe kellene írni. És kialakult bennem az, ami most is van, hogy én tulajdonképpen mindent versbe próbálnék megfogalmazni. És abba látok, és abba képzelek el, és várom azokat a kis injekciókat a világból, amikből majd aztán egy verset lehet írni. Előéletem mezején ugyanaz, mégis másképp látva, magasodik a napnyugtában hajnalhoz illő tiszta fényt, tükröz bár zolt felhő lepi tetejét a szőlő határig, lejjebb tömény arany sugárzik a parasztpincék szemei, mintha nem is az ég miatt óborok folytott tüze dől ki, szülőföldem zöldjét elönti egy sose látott virradat, amit vihar felhője nyom, s talán már jégverésre készül, rendületlenül ott sötétül kilátómon, a váromon, az út végén, mely fölvezet, hova még így is eltalálnék, és a vár, mint kalapra szállt kéz, köszöntené jövetelem, ahogy máskor fiatalon, de a megfáradt szeretetben lábam szárnyai odalettek, szívem se bírná már gyalog. Édesanyám, virágosat álmodtam, napra forgó virág voltam álmomban. Édesanyám, te meg fényes nap voltál, napkeltétől napnyugtáig ragyogtál.